Sziasztok, üdvözöllek titeket újra a csatornámon. Ma van a nagy nap, amikor megyünk le Balatonra. Úgyhogy gondoltam, hogy ezt a napot is levlogolom nektek, és akkor megmutatom, hogy mi merre, hány méter. Ja, a hajamat tegnap végül nem láttátok már délután, de szóval így néz ki. Úgyhogy semmire nem jó az a Makeup Revolution hajszínező. Még gondoltam, hogy akkor ma reggel, akkor még körbe mutogatok nektek mindent, hogy mit fogok csinálni, végül is tegnap még nem pakoltam be a táskámat, úgyhogy csinálok gyorsan egy reggelit, kávét, aztán pakolászok, és még valamit kitalálunk barátommal, még szerintem talán elmegyünk, mit tudom én, tollasozni valahova a Ligetbe, vagy beülünk valahova még, és akkor utána megyünk is, vagy utána én már megyek is Tahiba, anyut felveszem, feldobjuk a bringákat, tök jól működik ez a bicikliszállító, amit tegnap mondtam nektek, hogy megpróbáltuk felrakni, elmentünk Hódmezővásárhelyre, és amúgy totálisan jól működik, úgyhogy eddig meg vagyok vele elégedve. Ja, aztán Tahival pedig anyuval indulunk le Balatonra, majd azt is megmutatom, hogy mit csinálunk este anyuval. Szerintem lemegyünk Réfülöpre, mert Réfülöpre megyünk most. Szerintem lemegyünk majd Réfülöpön a mólóra, meg körbenézegetünk, szóval kezdhetjük a reggelit. Egyébként múltkor voltunk, nem tudom, hogy mondtam-e már nektek, hogy szoktunk járni ilyen kávé workshopokra, ahol baristák megmutatják, hogy hogy szoktak kávét készíteni. Különféle eszközökkel, különféle kávékkal, és a legutóbbi tanfolyamon például arról volt szó, hogy kotyogóssal ők hogy főznek kávét, és pont ezt a Bialettit ajánlotta, már szétcsavartam, szóval pont ezt a Bialetti kávéfőzőt ajánlotta a srác, hogy ezek a legjobbak szerinte, és hogy meg is mutatta, hogy ő hogy szokott vele kávét főzni, úgyhogy most megmutatom nektek, hogy főz egy barista kotyogóssal kávét. És mondjuk azt mondta, hogy a darálót nagyon nem ajánlja a kávénak az örléséhez. Mondjuk én itthon örlöm, darálom a kávémat. Mert hogy ezek a darálók, elvileg ezzel az a baj, hogy túlságosan erőteljesek ezek a pengék, viszont nem egyenletesre örlik a kávét. Nem azért mondom, de nekem szerintem teljesen egyenletesre örli a kávét, szóval nekem általában nem szoktak benne maradni nagyobb szemcsék, meg kisebb szemcsék, szóval nincs olyan nagy különbség a szemcseméretek között. De azt mondtam, hogy az a baj, hogy ha ilyen nagy az eltérés a szemcseméretek között, akkor a kisebb szemcséből már rég kioldódott az aroma, amikor a nagyban még be se ért a víz, nem tudtak kioldani azt az aromát. Szóval elvileg ilyen kézi örlőkkel is lehetne őrölni, viszont kipróbáltuk azokat, és az összes össze-vissza szétesik, mert ezt a Hario kézi örlőt ajánlott, az nagyon rossz volt. Aztán ajánlott egy másik ilyen körülbelül ekkora gépet, az meg a Wilfának a valamilyen kávé örlője, az nem volt olyan rossz, de azért nem akarok 40 ezer forintot kiadni, hogy most legyen egy olyan kávé örlöm. Ez is szerintem tökéletesen egyenletesre darálja a kávét. Minden egyes részét a kávéfőzőnek át szoktam melegíteni, szóval forral vizet, és akkor ebbe a víztároló részébe is rak forró vizet, amit utána kijönt, majd utána ebbe a felső részébe is rak forró vizet, amit szintén kijönt. És utána forró vízzel egészen, elvileg ő méri, azt mondta nekem, most nincsen konyhai mérlegem, úgyhogy nem fogom lemérni, de azt mondta, hogy 75 g vízhez 6 g kávét kell adni. Én totálisan szemre szoktam ezt csinálni, szóval általában szoktam csinálni, hogy ameddig ott van is egy ilyen jelzés benne a kávéfőzőm, hogyha látjátok, ott az egyenes vonal, ami azt jelzi, hogy maximum addig szabad betölteni a vizet. De egyébként azt szokták mondani, hogy szelepet ne lepj el, és úgy már jók vagytok. És én addig szoktam tölteni a vizet, és utána nem szoktam teljesen teletölteni ezt a szűrőt, de azért mondjuk így eddig simán betöltöm. De azért így viszonylag 3/4-be szoktam tölteni. Útközben majd még megmutatom nektek, mert azt mondta, hogy ahogy jön ki a kávé, az a lényeg, hogy hirtelen gyorsan jöjjön át a forró víz a kávén, hogy ne legyen benne túl sokáig a kávé ebben a nagyon forró vízben, mert hogy akkor oldódnak ki azok a nagyon keserű aromák. És azt mondta, hogy amikor már elkezd kijönni a kávé gyorsan innen a szelepből, akkor utána, amikor már elkezd így fröcsögni, akkor hirtelen le kell húzni a tűzhelyről a kávéfőzőt, és ki kell önteni a kávét, és ennyi. Szóval most ezt fogjuk megcsinálni.
szóló és sac per cirka már sikerült bepakolnom. Ezek lesznek azok a cipők, amiket viszek. Igen, cuki az itthoni papucsa. Szóval, lesz ez a Crocs papucsom, amit anyutól kaptam. Ezt el fogom vinni magammal. Úgy néz ki, hogy az összes cipőmben elásztam legalább egyszer. És még nem takarítottam ki. Illetve ezt a Puma cipőmet, amit még Szerbiában vettem, ezt nagyon szeretem. Tök jó légáteresztő ez a felső része. Úgyhogy nyárra szerintem tök jó. Nem melegszik bele annyira a lábam. Illetve ezt a Crocs papucsot imádom. Ebből már van egy kék nekem, csak annak kicsit vékonyabb a talpa. Ennek kicsit vastagabb, ez nagyon jó, imádom. Illetve itt van ez a még a nagyon régen Stradivariusban vettem ezt a papucsot, ezt is nagyon imádom. Illetve van ez a Houndemes kis szandálka, amiben ma fogok menni. Ma van rajtam egy ilyen fehér blúz, meg lesz ez a párfoltáskám. És most per cirka már mindent be is pakoltam, ugye bringázni is fogunk, hogyha viszek valami olyan bringázós ruhát, meg ez is tök ilyen légáteresztős anyagból van. Úgyhogy ez totál nyitott a hátulja annak a felsőnek, meg még van egy pár olyan trikó, amit bringázáshoz vittem. Leginkább úgy néz ki, hogy idén ezeket a zöldes színeket kedvelem, ez ilyen strandruci, akkor is sima a fekete trikó, keki trikó, sima szürkés póló, ez a Zarából van egy sima egyenes szabású, ilyen eperturmix színű ruci, akkor ez szintén a Stradivariusból ilyen trópusi mintás hálós ruci, ez a heavy tools-os csíkos ruha, ez is inkább ilyen strandolásra vagy piacozásra. Bedobtam egy hosszú formát, mert mindig van rossz idő a Balatonon, legalább egy nap. Ez szintén ilyen trópus mintás átlátszó felső, azt mondom, ez a Houndemes. Van egy Houndemes keki rövidgatyám, egy keki Houndemes strandruci. Akkor van egy, ez egybe van kettő ing, két fehér és kék csíkos, meg a kedvenc zarás, ilyen trópusi, meg virágos mintás csíkos rucim, úgyhogy ezeket fogom elvinni magammal. Szerintem ezek kb. Elég lesznek így, nem tudom, 6 napra mondjuk. Megdobáltam be, az egyik anyu itt hagyta véletlenül a fürdőbugyját, úgyhogy ez is, úgyhogy viszek magammal a fürdőrucit is. Ezt tökre szeretem, ezt a H&M-ben vettem még. Nagyon szép szerintem, és akkor ez is szerintem Houndemes. Ez ilyen sima téglaszínű fürdőruci, ez is a Houndemben van, ez a kék-fehér csíkos. Ez való ott a melltartó, és annyira jó, ja, meg viszek bugyikat is nyilván, meg viszek plusz óra szíjakat. Már nem tudom, hogy melyikhez lesz kedvem. Illetve még ezeket a zohnikat viszem majd, meg viszek sportmelltartót is, meg egy sima fekete pánt nélküli melltartót, de ezek annyira jó fej zokni. Imádom az ilyen zoknikat. Van egy avokádós, mert imádom az avokádót, titok zokni. Ez valami hihetetlen jó, figyelj. Léggömbös malac. Ezt Szerbiában vettük a Cropban, de azt hiszem, hogy annak van online webáruház és Magyarországra is szállítanak, az a csirkés is a Cropból van, meg van ilyen sima fekete oncsi. Na, és akkor még ez a fürdős tatyom, ezt szintén Szerbiában kaptuk, ilyen random legyező. Akkor, amit mondtam már nektek, imádom a skandi keresztrejtvényt, úgyhogy azt is viszek. Van két fürdőlepedő. Akkor viszek könyveket is, a 100 év magányt, meg Dorian Gray arcképét. Illetve viszek egy csomó zsepit, mert abban sose elég, ezek a 10 darabos zsepik. Meg múltkor kaptunk ilyen random kekszeket, azok is benne maradtak a táskámban. Zsepi, medves törlőkendő, buborékfújó, elengedhetetlen kelléke vakációnak. Shieldes satyó. Viszek ilyen szúnyog írtósprét, vagy szúnyog, nem tudom, riasztósprét. És akkor még viszek két tollat. Ezeket annyira szeretem, olyan cokik, mint kettő kaktuszos. És kb. Ennyi. Még van egy fekete tollam is. Na ez a strandos tütyöm. Otthon van Tahiban az összes naptej, úgyhogy azokat még majd bepakolom ide, de kb. Ennyi. Beraktam még a mélyhűtőbe egy sima szénsavmentes vizet. Meg viszek magammal ilyen hő tárolós, nem tudom, ilyen cipzáros szatyrot, és akkor abba beledobálom. Még vettem két kicsi 0,75-ös vizet is, azt bele tudjuk dobni majd a
biciklinek a tatyójába, és akkor kb. Ennyi, kész is vagyok a pakolással, még valamit hitelálunk, délután még valamit csinálunk, aztán majd jelentkezem megint a kocsiból. Majd még azt elfelejtettem mondani, hogy persze viszem ezt a szokásos neszeszeremet is, csak még ebbe pakolok be, hogy nem tudom, hogy mit használok, még szeretnék csinálni és minket. Ezt még azért nem raktam be a tatyomba, de így a szokásosokat viszem, amiket van egy ilyen videó, hogy mi van a neszeszeremben, és abban megtalálhatjátok. Igazából ilyen dezodor, tusfürdő, sminklamosó van a legalján, viszek egy parfümöt, most ezt a Sky DJ-et, raktapaszt, ezt a kedvenc avokádó sminkpalettámat, meg a jelenlegi kedvenc sminkjeimet. És ennyi kb. Meg ezeket a hajolajakat, amiket mutattam nektek. És mindenféle töltőt még gyorsan bedobálok, úgyhogy még nem teljes a pakolás. Sziasztok! Szóval most már Tahi felé vettem az irányt, és tök jól megy, működik ez a bicikli tartó szerkentyű. Látjátok, hogy hátul már megvan a bringám. Szerintem egyébként eddig teljesen jó. Amúgy is mondjuk ilyen 130 körül szoktam menni az autópályán, de azt írták a csomagoláson is, hogy 130-on simán lehet vele menni. Úgyhogy tök jó igazából, csak annyi, hogy kicsit talán hangosabb így az autó, vagy hát itt hallom. A menetzaj kicsit így megnövekedett, de semmi gáz nincs, mert szerintem egyelőre nem zavar. Illetve most még délután elmentünk. Nem tudom, hogyha ti Szegeden ismerősök vagytok, hogy van ez a Szeged Nova nevezetű bevásárlóközpont, és ott tök jó sütiket lehet kapni. Pedig beültünk egy sütire, meg ittunk egy kávét még, meg bicikliztünk még egy keveset, és ja, aztán már bepakoltam a kocsiba, és egyébként tök jó, én nagyon szeretem az autómat, mert hát a csomagtartóban konkrétan szerintem 4 embernek a cucca befér. Úgyhogy igazából teljesen jó, a bringát még ide hátra feldobtuk. Ez is tök egyszerű ezt a bringa szállítót összerakni, úgyhogy szerintem ez is tök jó nyert ügy. Úgyhogy igazából most már csak Tahiba megyek, és akkor utána ott anyut felszedem, anyu bringáját is bedobjuk. Végre egy hét szabi, pihenés, Balaton, ez az. Úgyhogy minden tök jó. Majd mire leérünk, szerintem lesz este 11. Szóval nem hiszem, hogy túl sok mindent fogunk látni már a tájból, illetve a szállásból. Úgyhogy szerintem max még egy ilyen gyors esti képet, révfülöpi este képét megmutatom nektek, és akkor ez a záról is a mai vlog. De eső közben nem tudom, mennyire halljátok, elkezdett szakadni az eső, úgyhogy ez az! Nagyon jó!